Köszöntöm Önöket, az XVTV Hírtükör című műsorát látják. Már is mutatjuk az elmúlt hét legérdekesebb és legfontosabb kerületi eseményeit. A Magyar Kultúra Napja 4 napos rendezvénysorozattal ünnepel a 15. kerület. Hollywood a Csokonaiban, az amerikai államgyár magyar szálai. Üdvözlet Rákos Palotáról. Újpesttel közös kiállítás nyílik februárban. Négy napos rendezvénysorozattal ünnepli a 15. kerület a Magyar Kultúra Napját. Január 19-e és 22-e között a Csokonai Művelődés és Rendezvényház program kínálatában többféle műfaj közül is válogathatnak, akik fogékonyak és kíváncsiak a hazai minőségi kultúrára. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja azelőtt tisztelegve, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le, azaz véglegesítette a himnusz szövegét. Tavaly óta ezen a jeles napon ünnepeljük az egyetemes magyar kultúrát, melynek részeként országszerte ezernyi programmal, rendezvénnyel készülnek a települések, a kerületek, a művelődési házak, de alapítványok és civil szervezetek is. A 15. kerület 4 napon át ünnepli a magyar kultúrát, január 19-e és 22-e között. Minden évben a Magyar Kultúra Napját majdnem minden közösségi házunkban, művelődési házunkban meg ünnepeltük, és ott tartottunk valamilyen rendezvényt. Ez idén annyiban változik, hogy a Csokonai Művelődés és Rendezvényházra koncentrálódik zömében a Magyar Kultúra Napi esemény sorozat, de természetesen ugye fontosnak tartjuk, hogy megtartsunk minden olyan eseményt, ami a magyarsághoz, a magyar kultúrához csatlakozik. És akkor kiemelnék néhány olyan eseményt, ami szerintem fontos lehet. Egyrészt lehet, hogy picit a Magyar Kultúra Napjával nem annyira összefüggő, de mondjuk a Hollywood Társaság mozisorozata vagy vetítési sorozata indul el 19-én csütörtökön este 18 órakor a Csokonai Rendezvényházban. Ez egy 6 részes sorozat, és most lesz az első része. Amit még kiemelnék és fontosnak tartok, ugye a Szebeni műhelynek most már volt egy kiállítása a tavalyi év végén, és ennek lesz az úgynevezett zárása, vagy záró kiállítása szintén a Csokonai Rendezvényházban, és egy különleges tárlatvezetéssel várják a szakértők az odalátogató közönséget. Azt szeretném elmondani azért mindenkinek, hogy a Csokonaiban amilyen rendezvényeink lesznek, azok regisztrációhoz kötöttek, de természetesen ingyenes rendezvényekről beszélünk, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel. Kálvölgyi János is a vendégünk lesz, aki eddig nem volt itt a kerületben még, illetve Kövesdi Péter lesz a beszélgető partnere. Ő fogja kérdezni a személyes élményeiről. Én úgy gondolom, hogy nagyon színvonalas előadásoknak és színvonalas műsornak nézünk elébe a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Mindenképpen a minőségre szeretnénk törekedni, ezért is mondtunk neveket, hogy kik jönnek ide, és kiknek az előadásait hallgathatjuk adott esetben. Lesznek még az év folyamán egyébként más hasonló nevű, vagy hasonló kaliberű vendégeink. Én úgy gondolom, hogy most így egy picit a téli szünet után, amikor ugye 3, hát ma majdnem 4 hét alatt csönd volt, és nem nagyon történtek rendezvények, én szerintem ez egy hiánypótló lesz most itt a kerületben. Választani tehát lesz, miből, ráadásul majd minden műfaj kedvelője találhat magának szimpatikus programot. Éljenek a lehetőséggel, mert bár az idei programnaptár is sűrűnek ígérkezik, ezekkel a rendezvényekkel valószínűleg nem találkoznak többé. Különleges programmal nyitotta a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett kerületi rendezvénysorozat. Hollywood, vagyis a legendás amerikai filmgyár magyar szálait fejtették fel a Magyar Hollywood Társaság 6 részes vetített képes rendezvénysorozatának első előadásán. Létezik egy egészen friss társaság, ami nem kisebb feladatot vállalt magára, mint hogy feltárja és megismertesse a hazai érdeklődőkkel Hollywood magyar gyökereit. Mert hogy az amerikai államgyár magyarok nélkül meg sem születhetett volna, de legalábbis nem úgy és nem akkor, mint ahogyan az történt. Az apropója az egésznek az egy kiinduló pontja, hogy úgy mondjam, hogy január 7-én 1873-ban született Adolf Cukor, tehát idén a 150. évfordulóját ünnepeltük a születésének.
Gergőnek, aki az Álomgyár, a Paramount Pictures megalapítója, és Ricsén született. Ebből is rögtön látszik, hogy a legnagyobb filmstúdió magyar alapítású, de hát van még több más is. William Fox, Fuchs Vilmos néven született 50 kilométerre Ricsétől Dolcsván. Ő ugye a 20th Century Fox megalapítója, de erről fog szólni a 6 részes előadássorozatunk első része, a nagy stúdió alapítókról, és átvesszük azt, hogy hány Oscar-díj is van, amely magyar vonatkozású. No, a további 5 részben pedig híres magyar származású filmzeneszerzőkről, operatőrökről, rendezőkről, színészekről fogunk beszélni, tehát tulajdonképpen átvesszük a filmkészítés teljes spektrumát, és mindenhol természetesen elég sok magyar vonatkozás van. Én azt hiszem, hogy úgy nagyjából ismerik csak az emberek ezeket a történeteket. Nagyon sokan arra is rácsodálkoznak, hogy tényleg a két legnagyobb filmstúdiót magyarok alapították. Igen. Nos, azt hiszem, hogy egy kicsit hiánypótló ez az egész szervezeti működésünk, tehát a Magyar Hollywood Tanács, ugyanis valóban 500-600 között van azoknak a száma, akik hollywoodi magyarokként letettek valamit az asztalra. El sem képzelik az emberek, hogy micsoda lehetőségek vannak, mennyi mindenről tudunk beszélni, és ugye amikor csak a mai világba, tehát nem a múltba megyünk vissza, megnézzük azt, hogy Hollywood egyik legjobban fizetett férfi sztárja, Robert Downey Jr., akkor biztos, hogy senkinek nem jutna eszébe, hogy a tatai zsidó temetőben nyugszanak az ősei. Vagy például Joaquin Phoenix, aki a Joker című filmmel nyert Oscar-díjat, Irmegen, a Felvidéken, onnan származtatja magát. És rengeteg ilyen sztori van, tehát azt hiszem, hogy Hollywood magyar vonatkozásairól nagyon-nagyon nagy értelme van beszélni, hiszen egy kicsit mi is kidomboríthatjuk a mellkasunkat, és büszkék lehetünk arra, hogy ilyen sok magyar származású ember jutott el a csúcsra. Hollywood a világ legnagyobb és leghíresebb filmgyára, tehát nyugodtan mondhatjuk, magyaroknak köszönheti létét, és azt a nagyságát, amely megalapozta a jövőjét, és tulajdonképpen a jelenét. Az előadássorozat következő részei még ennél is megdöbbentőbb információkkal érkeznek. Érdemes lesz meghallgatni, megnézni azokat is, mert az Álomgyár története bőven tartogat még magyar vonatkozású meglepetéseket. A 15. kerületi kulturális örökségháza és helytörténeti gyűjtemény jelenleg nem látogatható, ám a gyűjtemény egy részével mégis találkozhatnak, méghozzá Újpesten a Rákospalota múltját bemutató tárlat ugyanis közös kiállítás keretében nyílik meg hamarosan a szomszéd kerületben. Vándor kiállításra indul a 15. kerületi kulturális örökségháza és helytörténeti gyűjtemény Üdvözlet Rákospalotáról címet viselő tárlata elsőként mindjárt a szomszédba, Újpestre. A két kerület történelme kis túlzással összefonódott, nagyon sok minden köti össze az itt és az ott élőket kezdettől fogva. Ennek ellenére Rákospalota és Újpest jó részt ismeretlenek maradtak egymás számára. Ezen változtatna most a vendégségbe induló kiállítás. Február 10-én nyílik meg az Újpesti Kulturális Központ és a Csokonai Nonprofit Kft. Szervezésében az Üdvözlet Rákospalotáról Palota Földjén című kiállításunk. 2023 az egy több szempontból is jeles év, hiszen ugye nem csak Budapest 150. évfordulóját ünnepli, hanem Rákospalota is 100 éve lett ugye nagyváros. Így ezen indokból is úgy gondoltuk, hogy útjára indítjuk a Palota Földjén kiállítást. Ennek az első állomása Újpest lesz, de szeretnénk tovább Csömörre, illetve Fótra is szállítani ezt a kiállítást majd. Hogy a Rákospalota múltját bemutató válogatást miért éppen Újpesten vendégeskedik elsőként, annak elsősorban éppen a két kerületet sok téren összefonó közös történelem az oka, még akkor is, ha kezdettől fogva mindkettő egymástól függetlenül és ezért eltérő tempóban és irányban is fejlődött. Én azt gondolom, hogy Újpest több szempontból is egy nagyon fontos testvértelepülés, hiszen számos olyan ponton találkozik a két település, ami a kerületi értéktárban is szerepel, hiszen a Clarisseum, a Stefanum, vagy az Istvántelki főműhely jelenleg ugye Újpesthez tartozik, de mondhatjuk azt, hogy Rákospalota település történetében is egy nagyon fontos szerepet játszott. Ugye több témában fogja meg a település történetét, és ami kiegészítő, ami fontos lesz, hogy a Neográdi László helytörténeti
művészeti gyűjtemény is a saját tárgyait igyekszik bemutatni az újpesti szempontból. Minden esetre érdekes és fontos, mert hogy ugye folyamatos kapcsolat van a két település között szinte. A Újpest születésétől mondhatom, mert ugye Rákospalota idősebb, mint Újpest település. Mindig voltak konfliktusok a két település között, legalábbis az önálló időszakban, de nagyon sok együttműködés és nagyon sok közös dolog is van, főleg a vasútvonal két oldalán, illetve hát vannak olyan utcák, vannak olyan intézmények, vannak olyan területek, amelyeket Újpest később kapott meg, tehát elég később került a kerület igazgatása alá, vagy Újpest igazgatása alá, úgyhogy nagyon sok közös pont van a történetet illetően is, lévén, hogy Károlyi birtok, tehát közös az ős, úgyhogy nagyon sok minden köt össze bennünket, és hát ideje az, hogy a szomszédvár bemutatkozzon Újpesten. Rákospalota a kialakulása egy egészen más történelmi alapról indult, ugye elsősorban mezőgazdasági község volt, Újpest alapításától ipari terület volt, ugyanakkor viszont azért látszik, hogy egy tőről fakadt, egy helyre érkeztünk, mind a két település idővel megyei jogú város lett, tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy érdekességet is hoz, egy másfajta életformát mutat be, nem mindenki ismeri ezt Újpesten, és ugyanakkor viszont tájékoztat egy csomó mindenben, meg hát talán én remélem, hogy rácsodálkozás is lesz, mert hogy azért vannak közös dolgaink. A vendégtárlat főkép és többek között népviseleti gyűjtéssel, rengeteg korabeli képes lappal és fényképpel, vagy például a település alapítási okiratával érkezik Újpestre, ahol február 10-től lesz megtekinthető. Adományokkal segíteni az arra rászorulókat az egyik legszebb és legnemesebb cselekedet, ki így, ki úgy segít. A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének egyik legnagyobb támogatója ezúttal nem mindennapi módon teszi ezt meg, és ehhez 15. kerületi vállalkozásokra is számít. Segíteni sokféleképpen lehet, és szerencsére sokan vannak, akik meg is teszik, alkalmanként vagy rendszeresen. A Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének egyik állandó támogatója a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete, ami az ismertség jó 5 éve alatt az egyik legjelentősebb támogatójukká vált. 5 évvel ezelőtt megismerkedtünk a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének elnökével, dr. Orrán Sándorral, és az a megtiszteltetés ért minket, hogy támogatottként segítséget nyújtottak az egyesületünk családjainak, illetve rászorultjainak, és Sándorék először tartós élelmiszerrel, illetve ruhával, háztartási eszközökkel segítették a tagjainkat. Majd egy gyermekvágyak angyalokat keresünk programot, amikor mi ezt elkezdtük elindítani, ahol a gyermekeknek a karácsonyi kívánságait próbáltuk teljesíteni videóban, illetve rasszban. Mióta ez a projektünk elindult, azóta Sándorék folyamatosan a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete csatlakozik ehhez a projekthez, és olyan nagy számban, hogy például egy ilyen 155 kívánság, amikor még elindult, abból több mint 50 kívánságot a Szóvivők Egyesülete teljesített. Az elnökségünk egyik tagja, konkrétan az egyesületünk titkára találkozott az Újpalotai Nagycsaládosok Egyesületének egyik aktivistájával, és utána elnökség ülésre hozta, hogy segítsük őket. Nagyon egyértelmű volt az elnökség részéről a fogadtatás. Eddig mindig karácsony előtt próbáltuk koncentrálni a segítségeinket. Nekünk jó volt adni, és jó volt látni azt, hogy ők pedig örömmel fogadják az adományainkat. A Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete ma már nem csupán az ünnepek alkalmával segít, hanem évközben, konkrét apropó nélkül is. Persze nem a nagycsaládosok az egyetlen, akinek támogatást nyújtanak, és nem csupán azon a módon, amit a legtöbben maguk is ismernek. Az egyesület ráadásul most olyan módját választotta a segítségnyújtásnak, amiről a nagycsaládosok álmodni sem mertek volna. Egy olyan ötletük volt Sándoréknak, hogy a jótékonysági szóvivők báján mi legyünk az egyesületünk, illetve az Nagycsaládosok Országos Egyesülete legyen a támogatott, ahol rászorultaknak tárgyi eszközökkel, illetve egyéb adományokkal segítenek, és ehhez ugye a vállalkozókat keressük. Ide azok az emberek is eljönnek természetesen, akik már a korábban elkezdett adománygyűjtést támogatták,
Illetve hát még a bál bevételéből is remélem, hogy tudjuk segíteni a nagycsaládosok céljait, de legalábbis a 15. kerületi nagycsaládos szervezetet. Azért is nagy szó, hogy a jótékonysági bál bevételének kedvezményezettje a Nagycsaládosok Újpaloti Egyesülete, mert a bál történetének 16 éve alatt eddig kivétel nélkül minden alkalommal beteg gyermekek gyógyítására fordítható összeg gyűjtése volt a cél. Ez a 17. bál lesz az első, ami szakít a hagyománnyal. Vállalkozókat pedig továbbra is keresnek. A február 11-i bálra még jelentkezhet bárki, aki ezen a nagyon is európai módon szeretne segíteni. A jelentkezéshez a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének oldalán minden szükséges információ elérhető. Az pedig, hogy a jótékonysági bálon 15. kerületi vállalkozás is képviselteti-e magát, csak önökön múlik. Ilyen volt 2022 a frakcióvezetők szemével. Adománnyal a biztonságért, önkormányzati segítséggel fejlesztette eszközparkját a kerületi rendőrkapitányság. Már lehet jelentkezni a kulcsát győző sportolói ösztöndíj pályázatra. Eseménydús évet zárt a kerület, frakcióvezetőkkel értékeltük 2022-t. 11 testületi ülés, egy közmeghallgatás, több száz napi rendi pont, rendelet és határozati javaslat. Mindez csak nagy vonalakban, mondhatni, címszavakban fedi le a 15. kerület képviselőtestületének munkáját. Nehéz is ezt röviden összegezni, mégis kísérletet tettünk rá. A frakcióvezetőket kérdeztük, mennyire elégedettek a 2022. évi kerületi döntéshozatallal és a hivatal munkájával. A hivatal munkának a megítélése szerintem nem feladatom, hiszen én csak annyit látok, amilyen anyagok elém kerülnek. Szakmai szempontból ezek az anyagok jól voltak elkészítve, tehát komoly hibákat én nem láttam, tehát az ő munkájukat szeretném mindenképp megköszönni. Az idei évre is, ezt többnyire is szoktam mondani, hiszen azért nyilván a politika rátelepszik időnként a szakmára, és akkor olyan előterjesztések kerülnek be, aminek a szellemiségével mondjuk nem értünk egyet, ilyen mondjuk az ESZI-nek az átnevezése Göncz Árpád központra 1,5 millióért, amire szerintem nem pont a legideálisabb időpont ez az idei év, de maga az előterjesztésbe szakmailag nem lehet belekötni, hanem itt pusztán a magával az előterjesztés megszületésének körülményeibe, ami nyilván a politikának a hatása. A hivatal munkájával maximálisan én személy szerint elégedett vagyok, és azt gondolom, hogy egy ilyen politikai környezetben egy hivatalnak mindig borzasztó nehéz dolgozni. Én azt tapasztalom, hogy bármilyen testületen született határozat vagy képviselői elképzelésnek a hivatal maximálisan igyekezett megfelelni, ha ezt a szót lehet használni, de a pozitív hozzáállások és a egészség az megkérdőjelezhetetlen volt az elmúlt időszakban. Hivatalként ugye dolgoznak, tehát nyilván a politika valamilyen szinten feladatokat szab az itt dolgozóknak, de azt gondolom, hogy maximális köszönet jár nekik ezért a munkáért, és bízom benne, hogy elviselve a képviselőik, hogy mondjam, néha nehéz természetet, ugyanezt az a hozzáállást fogjuk tapasztalni. Lehocki Ádám, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője saját egységüket emelte ki a véleményformálás kapcsán, illetve úgy fogalmazott, az, hogy a testületben kisebbségben vannak, nem befolyásolja az aktivitásukat. Én azt gondolom, hogy a képviselőtestületnek a demokratikusságát lehet abban mérni, hogy a képviselőknek hány előterjesztés, módosító és kiegészítő javaslata születik. Én nekem több is volt idén, mert a frakciónk az mindig egységesen szavazott, tehát igazából ezeket a frakciülésen megbeszéljük, ebben egyetértés van köztünk, konstruktívan tudtunk hozzáállni a testületi munkához. Valóban, hogy ön is említette, itt egy 3/4-es baloldali többség van, tehát itt még az arányok fordítva, mint a parlamentben, még durvábbak ebből a szempontból, hogy itt azért a polgármesternek nagyon kényelmes a többsége, 3/4-es többsége van. Tehát gyakorlatilag a mi frakciónk szerintem úgy állt az idei évhez is, hogy több javaslatunk is volt. A vitában szerintem helytállunk, tehát bárki, aki nézi a testületülést, az nem feltétlenül érzi azt, hogy ennyivel nagyobb a baloldalnak a többsége, mert a vitában részt veszünk. Azt, hogy most az állításaink, ha valaki egyetérte vagy nem, ez már más kérdés, de álljuk a sarat szerintem. Tóth Imre, a Mindenki, a 15. frakció vezetője szerint a tavalyi év fejlesztési lehetőségei és a kerület folyamatos jobbátétele mindenképpen a kerület vezetésének munkáját dicséri. Bízik abban, hogy
hogy ezek a lehetőségek 2023-ban plusz források révén folytatódni tudnak, még ha a decemberben elfogadott előzetes költségvetésben nem terveztek egyelőre túl nagy kiadásokkal. Az év tekintetében, ahogy én mondtam is a napi rend előttiben, én azt gondolom, hogy az a közel 3 milliárdos összeg, amit a kerület fejlesztésére tudtunk költeni, az azt igazolja, hogy jól gazdálkodtunk, jól voltak az elképzelések. Ha ennyit a következő évben, 23-ban meg tudunk valósítani, akkor azt gondolom, hogy egy jó ciklust, hiszen 24-ben lesz a választás, tehát 23-ban már azt lehet mondani, majdnem lezárjuk a ciklust, tudunk lezárni, és tényleg figyelve arra, hogy utak, járdák, zöld felületek, közösségi terek épüljenek és fejlődjenek, ez szerintem maximálisan szem előtt volt tartva. Nyilván egy kicsit jó is ez a plusz forrás, ugye, amit elhangzott, én bízom benne, hogy ennek az jelentős részét fejlesztésre tudjuk majd fordítani, még hogyha meg is értem nyilván a pénzügyi főosztály gondoskodó, hogy mondjam, felügyeletét ez fölött a pénz fölött, tehát nyilván nekik arra is figyelni kell, hogy a működőképességünk ne kerüljön veszélybe, de egyébként, ha a működőképességet mondtam, tehát az, hogy a kötelező feladatunk ellátásán kívül ebben a mostani környezetben, ahol tényleg kormányzati elvonások érintik az önkormányzatot, meg önkormányzatokat, én azt gondolom, hogy erre van miért büszke lenni a képviselőtestületnek, vagy legalábbis azoknak, akik ezt az elképzeléseket támogatták. 2023-ban február 9-én ülésezik először a képviselőtestület, amikor többek között a lakáskoncepció változtatásai és az érdeméremdíj adományozása is napirendre kerül. Az ülést élőben közvetítjük az XVTV-n és a Facebook oldalunkon. Két millió forintos önkormányzati támogatásból újította fel eszközparkját a kerületi kapitányság. Nem csak a mindennapi munkát könnyíti meg mostantól a beruházás. Évek óta támogatja a 15. kerületi önkormányzat a kerületi rendőrkapitányság munkáját azzal, hogy eszközbeszerzésre fordítható összeget különít el és biztosít számára az éves büdzsé terhére. A támogatás valóban komoly segítséget jelent mind a napi munka, mind az azon felüli megelőzési céllal végzett feladatok ellátása terén. 2022 évben a költségvetésben meghatározott összegben 2 millió forinttal tudtuk támogatni a kerületi rendőrkapitányság munkáját, és ezáltal nem csak az ő munkájukat, hanem a kerületi lakosoknak a jobb érzetét próbáljuk, és ezt természetesen a kapitányság dönti el, hogy ezt milyen eszközbeszerzésére fordítja ezt az összeget. Már évek óta vártunk egy úgynevezett hiteles légalkoholmérő készülékre, köznyelben egy hiteles szondára, ami megsegíti a mi munkánkat, egyrészt a bűn megelőzésben, másrészt a bűn üldözésben. Én azt gondolom, hogy a közlekedési balesetnek az egyik vezető oka az ittas járművezetés, ami veszélyes mind a sofőrre, és nagyon veszélyes a becsületesen gyanútlanul közlekedő lakosainkra is, és ezért nagyon örültünk ennek, hogy egy ilyen hiteles légalkoholmérő készüléket tudtunk vásárolni az önkormányzati támogatásból. Nem a szonda az egyetlen olyan eszköz, ami mostantól a kerületi rendőrök munkáját segíti. Speciális szemüvegekre is szert tettek, amikkel többféle a gépjármű vezetése alkalmatlanná tevő állapot modellezhető. Preventív céllal használják majd a gyerekek körében. Mivel az ilyen jellegű beruházásokra a szűkös költségvetés miatt ritkán adódik lehetőség, az önkormányzattól kapott támogatás több, mint gesztus. A kapitányság sincs ellátva anyagilag annyi forrással, amennyi eszközre igényük lenne, és ugye folyamatosan újulnak meg az eszközök, nyilván nem lehet egy 25-30 éves eszközzel dolgozni, akár alkoholszondáról beszélünk, akár bármiről. A másik pedig az, hogy a kerületi kapitányságon dolgozó rendőrök a kerületi lakosságot védik, és őket szeretnék ezzel is támogatni, mármint hogy a lakosok érezzék azt, hogy a kerületi kapitányság dolgozói értük vannak, hogy értük is vannak, és reméljük, hogy ha ezzel tudjuk támogatni őket, akkor érzik is ezt a lakosok, és nem csak azt érzik, hogy úristen, jön a rendőr, és majd megbüntet a bármiért is, hanem az, hogy a bűn megelőzésben vagy a megelőzésben segítséget nyújtanak. Az új szondával a kerületben közlekedő autósok mostantól bármikor találkozhatnak, úgymond. A különleges szemüvegek pedig azokon a programokon kapnak majd szerepet, amiket a kerületi rendőrkapitányság szervez gyerekeknek, elsősorban iskolások számára. Felsírtak a szirénák. Pénteken 1 órakor Budapest minden rendőrkapitányságán egyszerre búcsúztatták az Újbudán meggyilkolt rendőrt. Körbejárta a sajtót az elmúlt napokban a hír, hogy január 12-én egy 11. kerületi társasházhoz riasztott rendőrökre támadt az igazoltatás alá vont személy, egyiküknek olyan súlyos sérüléseket okozva, hogy életét vesztette.
Tragikus körülmények között elhunyt társuk, amíg 30. életévét sem betöltött Baumann Péter előtti tiszteletadásként, január 13-án délután 1 órakor városszerte minden kapitányságon, így a 15. kerületiben is egy perc néma csenddel, majd sziréna szóval emlékeztek kollégájukra az egyenruhások. Nem kell már sokat várniuk azoknak, akik az önkormányzat piaci bérlakás pályázatán indultak. A bizottság már dolgozik a beérkezett pályázatokon, és hamarosan eredményt is hirdetnek. December 30-ával lezárult a piaci alapú lakáspályázatra való jelentkezés lehetősége. A pályázatok elbírálása ezekben a napokban zajlik. Sokan éltek a lehetőséggel, és az első tapasztalatok szerint ezúttal arányaiban is jóval kevesebb a hiányosság vagy a formai hiba miatt elutasításra kerülő pályázat. Múlt héten indult el a pályázatoknak a bontása. Több mint 150 pályázat érkezett be. Ennek körülbelül, hogy első látásra 3/4 része érvényesnek tűnik. Az első körös ellenőrzésen vagyunk tulajdonképpen túl, ezt még egy ellenőrzési fázis fogja követni. Bár a pályázati kiírásban szereplő feltételek között ez nem szerepel, azok alapján mégis látható, hogy a hivatal célja elsősorban az első otthon megteremtésének biztosítása volt. A lakások mérete is inkább a családalapítás előtt állók számára lehet a legmegfelelőbb. Ebben a pályázatban igazából a fiatalokra gondoltunk, és a pályakezdőkre gondoltunk. 35 év alattiak azok, akik ebben a pályázatban talán otthonra találnak, és ezek a 35 négyzetméteres lakások akár együtt élő pároknak, illetve egyedülállóknak is megfelel. Egy gyerekkel is tulajdonképpen be lehet költözni, akár kettővel, de 1+2 félszobás lakás, 2-szobás lakás is van. Tehát ez a lényeg tulajdonképpen, hogy olyan pályázatot szerettünk volna most kiírni, amiben a fiatal pároknak, a pályakezdőknek lehessen otthont teremteni. Nem feltétel a kerületben lakás. Úgy látjuk, hogy arányaiban sokkal több a kerületben élők pályázata, de igazából más kerületekből, illetve az ország bármely pontjáról lehet pályázni. Nagyon fontos kitétele a pályázatnak a felújítási kötelezettség, ami azt jelenti, hogy a bérlőnek saját zsebből kell gondoskodnia a lakás élhetővé tételéről. A felújítási kötelezettség az azt jelenti, hogy a megpályáztatott lakások olyan állapotban vannak sajnos, hogy azokat fel kell újítani. Bár a 35-50 négyzetméter alapterületű panellakásokról beszélünk, ezek felújítása sem éppen olcsó, de még ezzel együtt is kiváló alternatívát jelentenek azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak a saját ingatlan vásárlását. És hogy kik lesznek azok, akikre rámosolyog a szerencse és beköltözhetnek a meghirdetett lakások valamelyikébe, az hamarosan kiderül. A Népjóléti Bizottság tagjai gőzerővel dolgoznak a pályázatnak a feldolgozásán. Bízunk benne, hogy február közepe táján döntés fog születni. Bár a piaci alapú bérlakás pályázat lezárult, ahogy a korábbi években, úgy idén is lesznek más feltételekkel más pályázói kör számára kiírt lakásszerzés lehetővé tevő pályázatok. Érdemes figyelni az önkormányzat honlapját, mert ahogy ezúttal is bebizonyosodott, jóval többen élnének a lehetőséggel, mint ahány lakást az önkormányzat fel tud kínálni. Magyarán a gyorsaság és a pontosság legalább annyit számít, mint az, hogy a pályázó minden vele szemben támasztott feltételnek megfeleljen. Kiírta az önkormányzat az idei Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj pályázatát. A pályázat célja a szociálisan rászoruló fiatalok sportolói tevékenységének támogatása. Ahogy korábban, úgy idén is jelentős érdeklődésre számítanak. Sokan vannak, akik komolyan gondolják a sportolást, ha nem is élsportolóvá kívánnak válni, de azért az életük szerves részévé teszik a mindennapi mozgást. És sajnos közülük többen olyan akadályokkal kell, hogy szembesüljenek, amikről nem tehetnek, például azzal, hogy egész egyszerűen nincs pénze a családnak arra, hogy megfelelő mértékben és módon támogassa a gyereket célja elérésében. Nekik, rajtuk kíván segíteni a 15. kerületi önkormányzat a Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj jelentette lehetőséggel. A Kulcsár Győző sportolói ösztöndíjat 2009-ben alapította az önkormányzat, az első számú cél a
kerületben élő és sportoló, de szociálisan hátrányos gyermekek támogatása. A fő célja az, hogy azok a gyerekeknek, akik anyagi problémáik vannak, és a sportolást esetleg nem tudják folytatni, nehézséget okoz előteremteni az az anyagi háttér, ami szükséges ehhez, ezzel támogatja. Azért nem is kérünk sporteredményt, mert nem is arról szól, hogy a kiemelkedő tehetséges gyerekeket támogatjuk, hanem azokat, akik sportolnak, szeretnének sportolni, megmaradjanak a sportban, és tudják ezt csinálni akár egész öregkorukig. Március 1-e szerda a benyújtási határidő, személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani a pályázati anyagot. Az önkormányzat honlapján megtalálható a pályázati adatlap, a jövedelemigazolások és az összes dokumentáció. A pályázatnak természetesen feltételei vannak, ám ezek egyáltalán nem támasztanak különös elvárást a jelentkezővel szemben. Ha elmúlt 10 éves, de még nem töltötte be a 21-et, itt él a kerületben, igazolt sportoló, tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, magyarán iskolába jár, tanulmányi eredménye eléri a 3,5-es átlagot, és ha a család havi jövedelme indokolja a támogatást, akkor eséllyel pályázhat az ösztöndíjra. Minden évben 20 és 25 között van a pályázók száma. A díjat 8 sportoló nyerheti el, 4 fiú és 4 lány. A 4 fiú közül 2 csapatsportágban és 2 egyéni sportágban, és a lányoknál ugyanígy, 2 csapatsportágban és 2 egyéni sportágban. Ha valamelyik kategóriában nincs elegendő számú jelentkező, vagy nem támogatható, akkor a kulturális bizottság, aki meghozza a döntést, átcsoportosíthatja. Tehát minden évben kiadjuk mind a 8 pályázatot. Az elmúlt években a Reac Sisétől, a BLF-től és a Palota RSC-től, illetve a Dinamikból volt versenyzőnk, akik elnyerte a pályázatot. Ez 100 000 forint egy összegben kifizetésre kerül, nem kell benyújtani semmilyen dokumentációt, hogy mire használta fel a sportoló, saját maga szabadon használhatja fel, tehát tagdíjat fizethet belőle, sportfelszerelést vásárolhat belőle, minden olyasmit vásárolt, ami szüksége van ahhoz, hogy ő tudja folytatni ezt a sporttevékenységét. A díjakat a Magyar Sportnapján május elején szoktuk átadni, április közepén szokott dönteni erről a bizottság, most is így lesz, és utána egy kis ünnepség keretén belül adjuk át. Az elmúlt években Kulcsárgyőző özvegyét nem tudtuk meghívni a koronavírus járvány miatt, de most tervezzük, hogy most először, ha elfogadja a meghívásunkat, akkor ő is eljönne a díjátadó ünnepségre. Nagyon büszkék vagyunk, hogy a család hozzájárult, hogy ez a sportolói ösztöndíj az ő nevét viselje, mert valószínűleg a magyar sport egyik tényleg legkiemelkedőbb alakja. A márciusi pályázat benyújtási határidőig még minden szükséges igazolás beszerezhető. Érdemes is minél előbb megtenni, mert olyan támogatási lehetőségről beszélünk, amiről kár volna lemaradni. Aki csak teheti, igyekszik spórolni, ki ebből, ki abból a kiadásból farag le, van azonban, amiből nem volna szabad. Tüzelőfa helyett eddig is voltak, akik szeméttel tömték meg a kályhát, és félő, hogy most még többen teszik majd meg, pedig komoly veszélyekkel és bírsággal is jár. Sokan fűtenek még fával, elsősorban a vidéki településeken, de a 15. kerület kertvárosi részén is egész télen füstölnek a kémények. Ahogy az utóbbi időben az élet más területein, úgy a tüzelőanyagon is egyre többen spórolnak, de a spórolásnak egy igen veszélyes és nem mellesleg erősen szennyező módját választják. Hulladékot, sokszor háztartási szemetet égetnek el a kályhában. A hulladék égetése nem csak környezetkárosító mi volt, ami a tilos, hanem az egészségre is veszélyes, hiszen az égés során olyan anyagok szabadulnak fel, amik akár rákkeltők is lehetnek. A szomszédok életminőségét is rontja a jellemzően erős szaggal, sokszor bőzzel égő hulladék, és nem mellesleg a tüzelőberendezésnek sem tesz jót, hanem az előírásoknak megfelelő tüzelőanyag kerül az égéstérbe. Számos és jó oka van tehát annak, hogy a szeméttel fűtést tiltják, sőt bírsággal sújtják azt, aki ennek ellenére megteszi. Hulladékot semmiképpen ne égessünk el. Illetve kiemelném azt, hogyha van kezeletlen fa a hulladékok között, ami sem festéket, sem vegyi anyagot nem tartalmaz és száraz, akkor az még szóba jöhet, ugyanígy a papír is, de semmi egyéb hulladék nem égethető, mert akkor a környezetet károsítja, az emberi egészséget károsítja és tűzveszélyes állapotokat idézhet elő. Szerencsére évről évre, ahogy a parlagfű fertőzöttség, ugye ez is egyre kevesebb, tehát egyre inkább tisztában vannak az emberek a szabályokkal. Ennek most egy kicsit lehet, hogy majd visszaesést okoz ebben a rezsi emelkedés, hiszen rákényszerülnek sokan arra, hogy kiegészítsék a tüzelőanyagot az otthon található dolgokkal, ezt mindenkit óva intenék ettől, mert nagyon súlyos következményei lehetnek.
Ha a település jegyzője vagy a kormányhivatal tudomást szerez arról, hogy valaki szeméttel fűti a házát, vizsgálatot rendelhet el, ha pedig bebizonyosodik a szabálysértés, akkor pénzbírság is kiszabható. A jogszabálysértés mértékétől függően a büntetése akár tetemes is lehet. A jegyző ellenőrizheti elsősorban a kerti javar égetését, erre a fővárosi közgyűlés rendelete tartalmaz szabályokat, de az egyéb légszennyezés az kormányhivatali hatáskörbe tartozik. Bejelentés megtehető a jegyzőnél, de ezt nekünk minden esetben akkor továbbítanunk kell a megfelelő hatóságnak, ami lehet a területi környezetvédelmi hatóság, vagy pedig a járási környezetvédelmi hatóság. A jogszabálysértő az bírságra kell, hogy számítson. Ez függ a légszennyezés mértékétől, meg a típusától is, illetve attól is, hogy magánszemély vagy gazdálkodó szervezet vagy ipari tevékenységhez kapcsolódó légszennyezésről beszélünk. Hát azt mondhatom, hogy 50 ezer forinttól 1 millió forintig terjed ennek az összege. A kémények és a tüzelőberendezések ellenőrzése éppen olyan fontos tennivaló, mint amilyen lényeges a jó minőségű tüzelőanyag. Az ellenőrzést rendszeresen és természetesen szakemberrel szabad csak végeztetni. Évente javasolják a szakemberek az ellenőrzést, és ugye a kémény esetében is fontos, de a tüzelőberendezés esetében is fontos, hogy ezt elvégeztessék a lakók, a lakosság évente, és nagyon fontos, hogy szakemberrel tegyék ezt. Lehet ugyan, hogy drága a tüzelőanyag, és hiába tűnik kézenfekvőnek az éghető szemét eltüzelése, inkább ne tegyék. Bár igaz, hogy egy házat hulladékkal is be lehet fűteni, de sem a bírság, sem az egészségügyi következmények miatt nem éri meg. Nem beszélve a környezetterhelésről és a bűz miatt megromló jó szomszédi viszonyról. Ha csak alkalmanként és nem is tartósan, de visszatér a napsütés a következő napokban. Szombaton még sokfelé lesz felhős az ég, egyelőre kevés helyen bújik elő a nap. A nap második felében több helyen előfordulhat hószálingozás, kisebb havazás. Reggel az ország nagy részén fagyni fog, a csúcshőmérséklet pedig -1 és +5 fok között alakul. Vasárnap keleten, észak-keleten már több órára kisüthet a nap, máshol erősen felhős, borult időre számíthatunk a szombatihoz hasonló csúcshőmérsékletekkel. Hétfőn is inkább a nap második felében lehet csapadékos az idő, észak-keleten, keleten viszont kisüthet a nap. Szeles időben lesz részünk, a fagyos reggel után 3-9 fokot mérhetünk délután. Hírtükör című műsorunkat kedden feliratozva sugározzuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a jövő héten is várjuk Önöket. Viszontlátásra!